25 önkéntes kapott elismerést a Nagycsaládosok Országos Egyesületének gyulai eseményén. A szervezet azok munkáját köszönte meg, akik az évek során a háttérben tesznek a családokért. Molnár Zsolt fiatalkora ellenére szabadidejében szívesen segít a nagycsaládosoknak. Két idősebb testvére van, így a jövőben ő is legalább 3 gyermeket szeretne. Az biztos, hogy sokkal jobb érzés, hogy van mindig melletted valaki, aki tud segíteni. Mert én mondjuk pont egy olyan ember vagyok, aki nem szívesen fordul a szüleihez, mert úgymond szégyellem magamat. Így inkább a testvéreimhez szoktam fordulni segítségével. Görgényi Ernő polgármester köszöntő beszédében kiemelte, mély igazságtartalommal bír az, hogy a családokban van a nemzet, a társadalom jövője. Hozzátette, számára az egyik legkedvesebb díj az, amikor 2002-ben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete családbarát önkormányzat díjjal tüntette ki az önkormányzatot. Rendkívül biztató, hogy az új kormány, Orbán Viktor negyedik kormánya is politikájának a középpontjába a demográfiai folyamatok megváltoztatását, a népességet gyarapodását helyezte. Úgy gondolom, hogy ehhez széleskörű összefogásra van szükség, és ebben az összefogásban kiemelt helyhez jutnak azok a civil szervezetek, amelyek a családokért dolgoznak, vagy másik oldalról, amelyek a családokból állnak. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete közöttük a legelismertebb, a legkomolyabb hagyományokra visszatekintő szervezet, amelyik mélyen beágyazott a magyar társadalomba, és önkormányzatunknak is rendkívül fontos partnere. Elhangzott, az egyesületben dolgozó önkéntes fiatalok szinte mind nagy családot szeretnének. Hozzátették, fontos, hogy egy férfi és nő között legyen házasság, hiszen ebben az esetben születnek gyerekek. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a családoknak egyre több lehetőségük van családhoz méltó életet élni. Nagyon sokrétű a családok segítése, onnantól kezdve, hogy akár összeszerveződnek, és egyik család vigyáz a másiknak a gyermekeire szünidőben, egészen odáig, hogy szakmai pályázatokat is nyernek a helyi szervezeteink, és képzéseket bonyolítanak, hogyan... Hát mindenféle családokkal, egészségügyi, gyermekneveléssel kapcsolatos előadásokat, vagy pedig, hogyha az adott településen van saját házuk, akkor kicsit erősebb közösséget is tudnak építeni, ruhacsereberék, adományosztás, tehát különböző területeken tudnak segíteni a családoknak. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete idén az Európai Polgári Díjat fogja megkapni az Európai Parlamenttől, amely a háttérben dolgozó önkéntesek munkáját ismeri el.